Úgy tűnik, nagyon komolyan készültek a családi és a gyereknapra Szűcsiben, ahol mindent megtettek azért, hogy kicsi és nagy arcára mosolyt csaljanak. A programokhoz Hófehérke és Amerika kapitány is csatlakozott. Túl a futballversenyen, amit az ovisoknak, iskolásoknak és a szépkorúaknak is megszerveztek, akadályversenyre nevezhettek be az érdeklődők, amelynek egy kalandparkos belépő volt a fődíja. Szabó Zsolt országgyűlési képviselőt kérték fel a családi nap fővédnökének, aki szívesen elfogadta azt, örömmel vesz részt a település életében. A tavalyihoz hasonlóan itt Szűcsiben nagyon nagy buli van, a tavalyi gyereknap is jól sikerült, és hát a mostani is minden rendben van, gyönyörű az időjárás, süt a nap, rengetegen vannak, rengeteg program van, lehet válogatni. A színpadon egymást érik a különböző műsorok, és hát finom kajákat főztek a csapatok. Én nagyon gratulálok mindenkinek. A nap folyamán Kiki megcsillogtathatta gasztronómiai tudását. A főzőversenyen 6 csapat indult. Olyan finom étkek készültek, hogy igen szorosra sikerült a verseny. Amikor már senki nem maradt éhesen, a tánccsapatok mozgatták meg a szűcsieket. Kicsi és nagy szíve egy ritmusra dobbanhatott, a gyerkőc talpak is táncot lejtettek. Egyre többen hangulódtak a zene hívó szavára, latin vagy távol-keleti, mindegy volt, a lényeg az örömtáncon volt. A tánccsoportok fellépését követően a kilátogatók a koncertek sorozatára készülhettek. 4 órától egy élőzenés zenekarunk lesz, hisz 3 generációra is gondoltunk, azért is gyermek és családi nap. 4 órakor a Fülemüle gyerek élő zenekar fog fellépni. Nekik kedveskedünk, ők az óvodás korosztálynak fognak egy színvonalas koncertet adni. Majd 4 óra után, 5 órától Kis Kevin, ő is egy tehetségkutató versenyen indult el, 2. helyezéssel, rendkívül jó és nagyon ügyes előadó srác. És akkor az Ikon, a Kossuth díjas előadó, ő 6-kor jön hozzánk, ő pedig a Bangó Margit. A kellemesen meleg időben tartott családi és gyermeknap a megannyi programmal jó apropó volt ahhoz, hogy a szűcsiek kikapcsolódjanak. Amikor Bangó Margit 6 órakor föllép, azt egy utcabállal szoktuk még zárni, akkor kifújjuk mi is a levegőt, hisz nagyon sok munkával és nagyon sok szervezéssel jár. Nagyon sokat segítettek az egyesületek, az önkéntes segítők, a diákok, a szépkorúak, a családom, és mindenki, aki ezekhez a akadálypálya lebonyolításához, a versenyekhez és mindenféle programhoz hozzájárult, hálás szívvel köszönöm. A polgármester azt vallja, a fejlesztések mellett nagyon fontos a közösségépítés, hogy a szűcsiek jól érezhessék együtt magukat. A gyerekek mosolya pedig mindent megér. Tarnazsadányba látogatott Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, ahol a település fejlesztési céljai kerültek fókuszba. Kocka Ferenc polgármesterrel és a község vezetőivel ellátogattak az óvodába, felmérték, ott miben lehetne még segíteni. A kisgyermekes családok munkába állásának támogatására egy bölcsödét fognak építeni, melynek a helyszínét bejárták. Az előzetes tervek már megszülettek hozzá, amelynek részleteit átbeszélték. A Tarnazsadányban jártuk végig polgármester úr együtt, voltunk az óvodába, megnéztük a bölcsödének a helyszínét, nem sokára épül, hiszen már itt van az önkormányzat számláján a pénz rá. Voltunk a doktor úrnál, voltunk a hivatalban, találkoztunk a hivatali kolléganőkkel, találkoztunk idősekkel, nyugdíjasokkal, hogy miről van szó, mit szeretnének Tarnazsadályban, mi a jövő, hogyan, mint gondolják a holnapot. A polgármester úr mindig nagyon lelkes, ő mindig szeret építeni, és mindig szeret előrevinni, és hát hála az égnek, hogy Tarnazsadány működik, és dolgoznak, tesznek, épül a település. A korszerű orvosi rendelőben minden rendben találtak. Találkoztak a nyugdíjasokkal, akikkel a közeli falunap is szóba került, amelyen ők is aktívan részt vesznek majd, továbbá keresik a lehetőségeket a templom szebbétételére. Itt vagyunk most a focipályánkon, ami egyébként nagyon ki van használva, szinte 150%-kal, tehát itt reggeltől estig rúgják a labdát a fiatalok, aminek nagyon örülünk.
és az egész lakosság és az egész fiatalság is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm képviselőnek a segítségét, a támogatását, minden évben rendszeresen látogatja a településünket, mindig megbeszéljük azt, hogy miben tudnánk segíteni a településnek és a lakosságnak. A focipályánál lévő teleház épületével kapcsolatosan is vannak álmok, tervek. A jövőben keresik majd a lehetőségeket az elképzelések kivitelezésére. A termelés biztonságát ma már csak öntözéssel lehet fenntartani, mondta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető ismertette, Magyarországon most a termőterületek 2%-a öntözött. A távlati cél az, hogy az európai átlagot elérve ez legalább 8% legyen. Szeretnék a 400 ezer hektárnyi öntözött területet elérni. A tavalyi rendkívüli aszály megmutatta, hogy olyan mértékű az éghajlatváltozás, ami ellen tenni kell, hangsúlyozta. A miniszter kedvezőnek nevezte, hogy a technológia adott, a támogatási rendszer biztosított, valamint a megfelelő szakképzés és a felsőoktatási képzés is adott. Kiemelte, a fiatalok megértették, hogy a technológiai fejlesztés, a precíziós gazdálkodás, az innováció, az automatizáció és a digitalizáció mit jelent a megújuló magyar agráriumban, és értik, hogy nekik ebben szerepük van. Az agrárminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy a hagyományok egy részét is felül kell vizsgálni a vízmegtartás érdekében. Át kell gondolni, hogy az egyes tájegységeken ilyen időjárási körülmények között milyen növényeket lehet termelni, a szárazsággal szemben ellenállóbb növényeket kell termeszteni. Emellett a vízválságra adandó egyik válaszként a meglévő talajvízzel és a csapadékkal is sokkal fegyelmezettebben kell gazdálkodni. A talajvízszint csökkenése, a talajromló nedvesség ellátottsága az ország területének döntő többségén jelentősen megnövelte az aszályhajlamot, és jelentősen csökkentette a területek mezőgazdasági hasznosíthatóságát. A felszíni és felszín alatti vízkészletek jó állapotba hozása öntözési szempontból is kulcsfontosságú. Kiemelte, minden erővel fel kell gyorsítani az öntözés fejlesztéssel kapcsolatos, korábban megkezdett munkát. Ha azt akarjuk, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképes és hatékony legyen, akkor mindenképpen foglalkozni kell az öntözés növelésével, fogalmazott. Nagy István felidézte, a gazdák vidékfejlesztési program keretében 2016 óta kaphatnak támogatást az öntözés fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységekhez. A felhívás alapján eddig 766 termelő részesült több mint 52 milliárd forintos támogatásban. A miniszter hangsúlyozta, a mezőgazdasági termelés során kiemelt szerepe van a gazdák közötti együttműködésnek. Különösen fontos ez az öntözéses gazdálkodás esetében. Ezért megteremtették az öntözni kívánó gazdák közösségbe szerveződésének jogi alapjait. Május elejéig 190 öntözési közösséget ismertek el, amelyek csaknem 76 ezer hektárnyi területen folytatnak öntözéses gazdálkodást. Az így szerveződő gazdákat segíti az öntözési közösségek együttműködésének támogatása, a felhívásra sikeresen pályázó projektekre maximum 250 ezer eurónak megfelelő, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90%-a lehet. Hozzátette, már 38 közösség részesült 2,6 milliárd forintnyi támogatásban. Felhívta a figyelmet, hogy mindkét pályázati felhívást ismét megnyitották, október 1-ig újra lehet jelentkezni. Emlékeztetett arra, hogy a kormány ebben az évben átvállalja a vízdíjat a gazdálkodóktól, hogy segítse a beruházások minél gyorsabb megtérülését. A miniszter kitért arra is, hogy a jövőben a közös agrárpolitika stratégiai terv keretében lehet majd támogatást igényelni, az öntözés fejlesztésére további 70 milliárd forintot fordítanak erre. A héten megjelent az a kormányrendelet, amely alapján idén nem kell mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizetniük a gazdáknak öntözéskor. Az állam ugyanis elkötelezett az agrárium támogatása mellett, így 2023-ban teljes körűen átvállalta a gazdálkodók öntözési költségeit. Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán kiemelte, a cél megőrizni a termelők versenyképességét a tavalyi, hazánkat sújtó történelmi asszály és a szomszédunkban dúló háború okozta nehéz gazdasági helyzetben is. A természet szeretete, a jó példa ragadós. Tengtelepülés híres arról, milyen mintagazdaságot alakított ki, most pedig már a tenki fiatalok is tanulják, hogyan kell veteményes létrehozni. Sikeres tevékenységet folytatnak itt a Tenki Általános Iskolában, hiszen egy olyan kiskertet tartanak fönn, ahol a konyhakerti növények ápolását, ültetését, nevelését tanulhatják meg a gyerekek.
És hogy mennyire pozitív ez a példa, mennyire ragadós ez a példa, ma 8 általános iskola, római katolikus általános iskola van ma itt, ahol a gyerekek is tanulják együttesen ezt a tevékenységet, összemérik a tudásukat, és egy gyönyörű kerteket hoznak létre. Mindenképpen pozitív a jövő érdekében, hogy tanuljuk meg otthon a saját kertjeinket művelni és ott lenni. Növények, tücskök, bogarak vagy őket elkapó madarak a tápláléklánc körforgását már a tenki gyermekek is egyre jobban ismerik. Tovább erősítve a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjainak természeti ismereteit, ezúttal hozzájuk érkezett el Jakab Tibor természetfotós kiállítása a Kincsem tavakról. A kiállítás megnyitóján Szabó Zsolt országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy tanuljuk meg észrevenni a minket körülvevő környezetet. Lássuk annak szépségét, változatosságát. Ne rohanjunk el mindig mellette, csodáljuk meg. Persze van, amit csak a természetfotós képei tudnak láttatni, mert szabad szemmel szinte észrevehetetlen. Itt van a Kincsemtavi kiállítás is, gyönyörű fotókkal. A madarak és a fák napja alkalmából együtt ünnepeljük a gyerekekkel ezt a szép napot. Én azt kívánom, hogy legyen mindig tavasz, zöldeljen mindig a világ, a természet, ültessünk minél több fát, virágozzanak a virágok, érezzük jól magunkat, mert ettől mi is feltöltődünk, emberek, akik a természet részesei vagyunk. A kiállítás napján a madárhangokkal ismerkedtek a gyermekek, illetve kézműves foglalkozást is szerveztek nekik, ahol együtt alkothattak. Szombaton sok napsütés várható. Az északi szél sokfelé élénk helyenként erős lesz. A csúcshőmérséklet 60 térségében 25 fok körül alakulhat. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, többfelé élénk lehet az északkeleti szél. 25 fokra melegedhet napközben a levegő. Pünköst hétfőn napos gomoly felhős időre van kilátás, és több tájegységünkön is kialakulhatnak időnként záporok, zivatarok. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. Szintén 25 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.